A közönség voksok, illetve sportújságírók szavazatai alapján idén is átadták az év sportolója díjat. A tavalyi eredményeket vették figyelembe. Borsodabolcs-Zemplén megye legkiemelkedőbb sportolóit összesen 7 kategóriában kereste a megyei napilap és internetes oldala. Összesen 7 kategóriában utánpótlás, leány, fiú, csapat, valamint felnőtt, női, férfi, edző és csapat kategóriában lehetett szavazni. A közönség Kovács Aliz válogatott futszálost, Spét Norbert válogatott tájboxolót és a DVTK Jegesmedvék jégkorongozóit választották a legnépszerűbbnek. A sportújságírói voksokat alapul véve pedig az utánpótlás csapat kategóriát a DVTK Akadémia kosárlabdázói nyerték meg. Az, hogy a csapat egyre jobban összeszokik, és egyre könnyebben tudunk együtt dolgozni, ez persze könnyít a helyzeten, de mindig van mit tanulnunk, és kell, hogy előre lépjünk még. A felnőtt női kategóriában a judóklasszis Gercsák Szabina lett a legjobb, aki egy komoly műtét után még lábadozik. Próbáltam annyira jól lenni, hogy el tudjak ma jönni ide, mert ez egy elég nagy megtisztelő dolog, hogy most átvettem ezt a díjat, mivel a tavalyi évet utólag megtudtam végig, sérültem, versenyeztem, és szereztem 2 bronzérmet, egy Európa kupáról, egy Grand Prix-ről, és az EB bronzéremmel zártam az évet, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek tudatában így utólag jól teljesítettem az évet. A felnőtt férfi kategóriát az 50. születésnap ellenére a legrangosabb verseny a Mr. Olympia megnyerésével ünneplő Mészáros László fekvenyomó nyerte. Ez sokkal nagyobb díj számomra, mint hogy elmegyek egy világbajnokságra, és megnyerem a 28. vagy a 30. vagy a 4. világbajnoki címemet, mert ez mindig fontos, hogy olyan emberek, akik itt laknak a környezetemben, tudják, hogy létezem vagyok, és még mindig versenyzek. Ez szerintem sokkal fontosabb nekem. Az Észak-Magyarország napilap szerkesztőségében tartott évsportolója 2018 díjátadó ünnepségen összesen 28 elismerést adtak át a szavazatok alapján.